Kolegovia, blížiaci, dovolím si vás privítať na našej tradičnej oslave stromčeka a tradičnej oslave Vianoc, ktorú každoročne predopripravujeme, aby sme vlastne precítili tú atmosféru a dôležitosť tejto oslavy a trošku, aby sme odchádzali zo školy s tým, že vieme, že Vianoce prichádzajú a Vianoce sú sviatkami šťastia a lásky a zájomnej úcty a porozumenia a aby sme vlastne do svojich duší dostali ten pokoj, ktorý by mal vlastne prejsť celými tými sviatkami a mal by nás naplniť k tomu, aby sme v ďalšom opäť sa vedeli v radosti, v šťastí a láske spolu stretávať. Im kivánu hodial z idei karáčaniu nepšej dňkyš, mutassa meg azt, hogy a karácsony az igazán szeretett ünnepe, és nem csak abban, hogy milyen ajándékot kapunk, hanem az igazi ajándékok azon valahol belül vannak. És ezért örülök, hogy idén megint elfogadta a meghívásunkat Molnár Évike tanárnő, aki itt tanít, és tulajdonképpen olyan szépen el tudta nekünk tavaly is mondani, hogy mi is van. És szeretném megköszönni a Moravics kollégának is, aki ismét az éven is úgy gondolta, hogy hajlandó nekünk olyan szépeket mondani, mint tavaly, velünk ezt is a cipába támet, akkor pekni az akimi pekni pocit, mi szóval vlastne na prázdnyi odkázali. Takže vlastne týmto našou oslavou, týmto našim programom by sme vám chceli všetkým popriať veľmi krásne, šťastné a pokojné sviatky a úspešné vykročenie do nového roka 2013. Ezzel a kis ünnepséggel szeretnénk tulajdonképpen részben egymásnak, kollégák, részben a diákoknak, nektek nagyon kellemes és boldog és békés karácsonyi ünnepet kívánni, és azt kívánni, hogy az elkövetkezendő 2013-as év szerencsés és nagyon jó teljen. Nagyon örülök, hogy még nem jött el a világ vége, hogy igazán ezt az ünnepséget meg tudjuk tartani, úgyhogy reméljük, hogy ez a 2013-as év sok újat fog hozni, még hogyha az a máj kalendárium véget is ér, illetve elvégződött is, de valami új mégiscsak el fog kezdődni. Úgyhogy kezdjük el ezt a mai szép ünnepségünkkel. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép időtöltést, valami pekünk zázsítok már, és egyéb zsalán. Gyakorlatilag. Szeretetben éj, tizedik az új hónap, minket szülidővér, hiába küldtök Jézuskának,
e-maileket és leveleket, de ott fönnála nem találtok se postát, se internetet. Kívánok nagy fenyőfát, boldogságot, szeretetet, boldog új évet mindenkinek, és kellemes ünnepeket! Négy gyertya égett az adventi koszorún. Olyan csend volt, hogy hallani lehetett, amit a gyertyák beszéltek. Az első gyertya megpislant, és elkezdte. A nevem béke. Az én lábom világít, de az emberek nem tartják be a békét. A lánya pislákolni kezdett, míg végül kiadott. A második gyertya rákezdte. A nevem hit. De az emberek nem akarnak tudomást szerezni semmiről, úgyhogy hiába világítok én is. Húzat támadt, és a gyertyalánya kialudt. A harmadik gyertya szomorúan és csendesen rákezdte. Az én nevem szeretet, már nincs értelme, hogy világítsak. Az emberek félretolnak és elfelejtenek. És a lánya sisterekbe kialudt. Egy kisfiú lépett be a szobába. Ránézett a gyertyákra, és így kiáltott. Nektek idéken! És majdnem sírva fakadt. És ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, ameddig én égek, mindig van remény. A nevem Remény. Így a négy lángon békéért, hitért, szeretetért, reményért őrizni kell mindörökre. Légy a béke, a hit, a szeretet és a remény nagykövete. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves tanulót és tanárt a mai napon. Én azzal az üzenettel, vagy azzal a kérdéssel jöttem hozzátok, hogy mit jelent számotokra, mit jelent számotokra a karácsony. Nagyon jó volt nézni ezt a prezentációt is, meg hallani a rappet, mert sok minden kiderült abból, hogy hogyan látjátok a karácsonyt és hogyan éritek meg. Én megkérdeztem tegnap a hittanórán a hittanosaimat, hogy mit jelent a számukra a karácsony, és nagyon sok mindent felsoroltak. Hát természetesen hittanóra lévén elmondták, hogy Jézus születése elsősorban, a szeretet ünnepe, azt, hogy templomba kell menni, majd pedig elkezdtek egy kicsit mélyülni a dolgok. Azt jelenti, hogy számukra a karácsony, hogy együtt van a család, hogy van közös vacsora, hogy jó ételek vannak, hogy béke van és nyugalom van, hogy jó filmek mennek a tévében, ajándékokat kapunk, hóesés van, és tele van a ház karácsonyi fényekkel és díszekkel, és ez mindenképpen jó. De én felteszem a kérdést, hogy valóban ez lenne a karácsony? Valóban ez a karácsonynak a lényeg, ez a három nap ilyen kellemes jó hangulatban? Három nap béke, három nap nyugalom és szeretet, és utána pedig mi? Nem hiszem, hogy ez volt Istennek az akarata, hogy egy szép hangulatot, egy szép hangulatként töltsük el a karácsonyt. Nem hiszem, hogy azért küldte el az Úr Jézust, hogy egy szép hangulatként emlékezzünk az ő születésére karácsony ünnepén. De akkor mi a valódi karácsony? Jézus nem egy napfényes istálló született meg, hanem a akkori társadalomnak a perifériájára, és hogyha ezt szeretnénk mai képekkel ábrázolni, akkor valóban a szegény nyilvános WC-ben az autópálya szélén született volna meg, és hát a kamion
sem külön foglalkozást tűznek manapság, mint akkoriban a pásztorok. Az az igazság, hogy amikor először megnéztem ezt a filmet, akkor félelmet és szorongást éreztem. Nem tudom, hogy ti hogy éreztétek most magatokat a filmnézése közben, de nem volt jó nézni először. Tehát lehet azért, hogy én egy szobában néztem egyedül, és az teljesen más. Mert folyamatosan azt láttam, hogy mikor fog valami szörnyűség történni. Ugye meg vagyunk szokva az, hogy a filmekben, az internet és a tévében folyamatosan kapjuk a félelem adagokat, tehát szörnyű képeket és szörnyű híreket, és valahol ebben a filmben is azt láttam, hogy mikor történik valami szörnyűség. Mert az az igazság, hogy a rossz hírek áradata az mindenképpen elér bennünket, és hogyha meg akarnánk fogalmazni, akkor az az igazság, hogy a mai világ a félelemnek a világa. Rengeteg mindentől félünk, és rengeteg szorongás van bennünk, még hogyha sokszor ezt tagadjuk, hiszen micsoda felháborús, micsoda hullámként sodott végig ez a világ vége hír az egész világon, és valljátok be, hogy ti is bizony elgondolkodtatok rajta, hogy mi lesz, hogyha valóban lesz világ vége. Tehát valószínűleg a Földön nincs olyan ember, aki ne kezdett volna előspekulálni, és ne kezdett volna elszorongani, hogy most, hogyha ezek az utolsó napim, akkor hogyan kell töltenem. De nagyon sok mindentől szorongunk, ami valójában nem is a mi gondunk, mert szorongunk a terrorizmustól, mi történik a bombalóban, szorongunk a katasztrófáktól, mi történik, hogyha ide is eljön a cunami. Tehát olyan félelmeink vannak és szorongásaink, amelyek valójában nem is valósak, és mégis szorongunk. De úgy gondolom, hogy vannak valós szorongásaink is. Alapítsak családot, menjek férhez. Mi van, ha az én családom is tönkre megy, mint a szüleim családja és a házassága? Megbízhatok én egy másik emberben, hogy kezébe tegyem az életemet? Vagy valami jó döntést fogok-e hozni, amikor kitöltöm a felvételi papírokat? Vajon jól választom-e meg az érettségi tantárgyaimat? Vajon jó döntéseket hozok-e? Valon jó az, amit teszek és mondok, elfogadnak-e a barátaim, nem fognak neki közösíteni? Vajon meg tudok-e felelni a szüleimnek, a tanáraimnak? Rengeteg félelem, rengeteg olyan félelem, amely már szorongássá változik, mert a félelem az önmagában nem baj, hiszen szükségünk van rá, hogy fenntartsuk az életünket, hiszen a félelem szólal meg egy égőházban, hogy ki kell mennem. De amikor ez a félelem már urá lesz az életünkön, amikor nem merek megtenni dolgokat, mert egyszerűen félek, félek a kudarctól, félek a visszautasítástól, akkor ez a félelem már megkötöz. És az a valódi sötétség. Feszültségben élünk, szorongunk, de ez, tudjátok, nem új kelet, ez mindig is így volt az emberrel. Mert ez a bűnnek a következménye. Annak a következménye, ha az ember elfordult az Istentől, elhagyta az Istent, és azt mondja, hogy én Isten nélkül akarok szabad lenni. De Isten nélkül csak a sötétségben merülünk, csak megkötözzük magunkat a félelemmel, a haraggal és minden más indulattal. És ha bár mi hátat fordítottunk Istennek, és sokszor nem akarunk róla tudomást venni, és kis Jézuskává degradáljuk az életünkben, ő nem feledkezett meg rólunk, hanem látja még a ti félelmeiteket és nyomorúságaitokat is. És ezért küldte el a fiút. Ezért engedte meg, hogy a fiú egy istállóba szülessen erre a földre, hogy többé nektek ne kelljen félnetek. Elküldte azt, aki legyőzte a betegségeket, legyőzte az emberi nyomorúságokat, parancsolt a természetnek, és végül legyőzte a halált is. Amikor a fiú megszületett, akkor az angyalok azt mondták a pásztoroknak, ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, üdvözítő született ma nektek. Az üdvözítő szó azt jelenti, hogy szabadító. Szabadságot hozó. Nem háromnapos vendég született, nem háromnapos ünnepet tartó, szabadító született, hanem szabad életet ajándékozó úr, fiú. Mit kell, mit lehet tenni azért, hogy ez a szabadságot értek legyen? Akarjátok ezt a szabadságot? Nagyon egyszerű. Hinni kell a szabadítóban. Azt mondja Jézus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Az Úr Jézus, az a fiú, aki az imént is megszületett itt a videóban, de aki 2000 évvel ezelőtt megszületett Betlehem városában, ő a világosság, és ő azt mondja, ne félj. Ő melletted lesz a nehéz döntésekben, ő melletted lesz a nehéz élethelyzetekben,
ő fog téged támogatni, és nem kell egyedül szembenézned a sötétséggel, amikor úgy érzed, hogy elnyel már téged minden problémád és gondod, amikor úgy érzed, hogy nincs senki a világon, aki elfogadna téged, szeretne téged és megértene, ő ott lesz melletted, és ő világosságot gyújthat a te életedben. Mert ő a világnak a világossága. Kívánom nektek, hogy a szép karácsonyi hangulat mellett az idén legyen valódi karácsonyotok. Hogy a ti életetekben megszülessen a fiú. Hogy meg tudjátok nyitni ő előtt a szíveteket. Hogy beengedjétek az életetekbe a világosságot, amely előzi a félelmeket és a sötétséget. A világosságot, amely szabaddá tud tenni titeket. Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, az üdvözítő megszületett. Amen. Köszönöm. Preto már týždňa by sme zapálili prvú sviečku na adventnom venci. Nastal čas rozjímania, čas očakávania a čas stretávania sa. Lenže nemali by sme sa stretnúť iba s ľuďmi, ale mali by sme si nájsť a vyhradiť čas aj na stretnutie s Bohom. Mne sa takéto stretnutie podarilo, síce iba vo sne. Stretli sme sa, sadli sme si, rozprávali sme sa a tak som sa ho po chvíli spýtal, aký on má vlastne názor na nás ľudí, na človeka. Boh trocha pouvažoval a povedal. Vieš, sú to čudné stvory. Síce som ich stvoril na svoj obraz, no dostali slobodnú vôľu a tak častokrát robia veci, ktorým sa čuduje. Podá, ktorí, kým sú deti, chceli by sa rýchlo stať dospelými a potom znova, keď sa stanú konečne dospelými, chceli by sa vrátiť znova do svojho detstva. Niektorí v honbe za peniazmi a bohatstvom častokrát strácajú svoje zdravie a napokon ako úplne stratia, vyhádzujú veľmi veľa peňazí, aby si to zdravie kúpili a získali späť. Sú medzi ľuďmi aj takí, ktorí v obave o svoju budúcnosť sa vôbec nestarajú o prítomnosť, takže nakoniec nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. A žiaľ, sú aj ľudia, ktorí žijú tak, ako by nikdy v živote nemali umrieť, a nakoniec, keď umierajú, prichádzajú na to, že vôbec ani nežijú. Boh to povedal, a ja som sa ho spýtal, či by nechcel niečo nám, ľuďom, odkázať. Či by nás nechcel niečomu naučiť, tak ako rodičia učia svoje deti. Znova sa zamyslel a po chvíli povedal, čo by som nechcel. Chcel by som, aby pochopili, že nikoho v živote nemôžu prinútiť, aby ich miloval. Môžu tak akurát na najvyššie to niekomu dovoliť. Chcel by som, aby vedeli, že blízko každého z nich stojí určite niekto, kto ich má neskonale a strašne rád, len im to možno nevie akurát vhodne kedy povedať. Chcel by som, aby pochopili, kto je skutočný priateľ, lebo je to človek, ktorý vie o vás všetko, pozná vaše kladné zápory, všetky vaše tajomstvá a napriek všetkému stále zostáva človekom, priateľom a má vás rád. Ľudia by mali konečne pochopiť, že dnes, v tomto a na tomto svete, za peniaze sa dá kúpiť naozaj všetko, okrem šťastia. A že to šťastie nezáleží od toho, koľko máme, ale koho máme. A že skutočne bohatý človek nie je ten, kto toho veľa má, ale ten, kto málo potrebuje. Ľudia by sa mali naučiť, že nikdy sa netreba porovnávať s druhým, s iným. Pretože raz bude súdený každý za seba. A nebude to na základe toho a podľa toho, čo spravil prvý, druhý alebo tretí. A mali by sa naučiť odpúšťať. A nie len stále čakať na to, že im bude odpustené, no odpúšťať nie slovami, ale skôr skutkami. A nech si človek láskavo už uvedomí, že stačí niekedy zlomok sekundy na to, aby sme spôsobili v duši človeka hlbokú ranu a potom možno bude treba pekných pár rokov, kým sa tá rana znova zahojí.
Boh dopovedal a keď skončil, náhle zmizol. Ja som precitol, zobudil som sa a odvtedy veľmi veľa premýšľam nad týmito jeho slovami, nad týmito Božími pravdami a hlavne dnes v adventnom čase. Pozajtra zapálime poslednú, štvrtú sviečku na adventnom venci a až tá dohorí, príde na svet dieťa. Narodí sa Boží syn. No on sa nechce narodiť iba v Betleheme, chce sa narodiť aj v tvojom meste, na tvojej ulici, v tvojom dome, ale hlavne v tvojom srdci. Objavme spolu prázdne jasle a dovolme dieťaťu v nás, aby nám pripomenulo, kto sme. Pretože nemusí porodiť na Vianoce iba Mária. My všetci, muži aj ženy, sme dostali povolenie k tomu, alebo príležitosť k tomu, aby sme priviedli na svet nového človeka. Oťarchaveli sme všetci, aby malý Ježiško nebol sám. On príde tíško, nebadane, a príde kvôli tomu, aby nám nastavil svoje vlastné zrkadlo. Príde kvôli tomu, aby sme konečne pochopili, že keď chceme pochopiť vlastne druhého človeka, musíme sa znížiť na jeho úroveň. Príde kvôli tomu, aby nám pomohol očistiť sa od pocitu svojej dôležitosti a nenahraditeľnosti. A príde kvôli tomu, aby sme mali s kým padať a zároveň mali s kým nieraz aj vstávať. Príde Boh, ktorý sa z lásky stal človekom, tak staňme sa z lásky ľuďmi aj my. A správajme sa k sebe, tak naozaj vianočne nie len cez tieto sviatky, ale podľa možnosti celý náš nastávajúci život. Aj keď je to mnohokrát ťažké, no oplatí sa. Pretože človek je tvor taký, že po rokoch možno zabudne na to, čo sme mu povedali, možno zabudne aj na to, čo sme spravili niekedy, no nikdy nezabudne na to, ako sme sa spolu cítili. Tento rok pri štedrovečernom stole niektorým z nás budú chýbať ľudia, ktorí už nie sú medzi nami. Vedomujem im tichú modlitbu, zapálme sviečku za nich a poďakujme sa, že boli. A prosme. No hlavne ďakujme za tých, ktorí ešte sú medzi nami a ďakujme za seba. Lebo iba tak prežijeme krásne Vianoce vo viere, v nádeji a v láske. A iba tak budeme môcť spolu sa pozdraviť, možno len v mysli, pri zaznení polnočných štedrovečerných zvonov, tým krásnym, sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle. Šťastné.